9. kerületi Tűzoltó utcában nyitja első fővárosi közösségi bringaszervizét a Magyar Kerékpáros Sportegyesület. A kerékpárszervizt Ferencváros önkormányzatával együttműködésben nyitotta meg a Sportegyesület. Hát ez 2013-ban nyúlik vissza, ez az ihletettség. Az, hogy mi inspirált bennünket igazából az, hogy segítsünk az embereken. Volt valami küldetésünk az, hogy jó kerékpárok, amelyek közlekedésbiztonságilag és műszaki szempontból is kifogástalanok legyenek a kerékpárok. Szeretnénk azt, hogy be tudjanak térni hozzánk azok is, akik szűkebb büdzsével rendelkeznek, esetleg alacsony kategóriás kerékpárokkal bicikliznek, de mégis nagy érték számukra, őnekik is állunk rendelkezésükre és megjavítjuk. Onnan, hogy behozza a kerékpárját, igazából van egy állapotfelmérés, egy munkalapot felveszünk rá. Ettől függetlenül, hogy arra panaszkodik, hogy a hátsó féke rossz, megnézzük az első féket, a váltót, mindent megnézzünk, kotyog, lötyöge, bármi rajta, és utána nekiállunk a javításnak. Szeretnénk azt csinálni, hogy amikor elmegy a kuncsaft, akkor roppant elégedett legyen. Amit erről kell tudni igazából az, hogy a falakra még kerülnek majd szerszámok, hiszen még a fele szerszámok sincs jelen pillanatban, a svéci szerszámok még csak ezután fognak jönni, mindkét falat be fogjuk borítani szerszámokkal. Tehát az, hogy a kollégák itt A-tól Z-ig, a kis generától egészen a nagy javításig mindent meg tudjanak csinálni. Ez pedig maga, mondhatnám, a recepciós pult, egy kávézópult, egy kis kiülő, illetve ott lesz rengeteg kerékpár. Itt van mögöttem egy gyereksarok, amit még szeretnénk azért még bővíteni. Itt pedig mindig lesznek gyümölcs, tea, a kávégép még várat magára egy picit, bárki bejöhet teljesen díjmentesen, adjuk ezeket a termékeket, ásványvizet, kávét, üdítőt, bármit. A nyitvatartásunk az egy kicsit viccesen mondva elég szűkös egyébként, mert csak reggel 8-tól este 8-ig vagyunk nyitva, és csak hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap.